Bogarason néhány évvel ezelőtt még a falubeliek zöme, azaz több mint 70 család foglalkozott dohánytermesztéssel, ma viszont már mindössze három. A megromlott felvásárlási viszonyok, valamint az alacsony átvételi árak a termelők nagy részét elrettentették a dohánytermesztéstől. A személyes tapasztalatunk az, hogy az önköltségi árat alig tudjuk tartani én úgy gondolom, hogy ezek után én nem fogom termelni a dohányt, ameddig ezek a zárak biztosítottak. Tudni kell azt, hogy nagyon nagy befektetés, nagyon sokba kerül a termesztése, rengeteg kézi munkával jár, és az ember tönkre megy a munkába, és haszon pedig nincs belőle. A hagyományok tisztelete jegyében idén is megszervezik a dohánynapot. A rendezvény programjai közül azonban ezúttal kimarad a dohányfűző verseny. A szervezők ugyanis ezáltal is szeretnék felhívni a figyelmet a dohánytermelés hanyatlására. A lelkesedésünket a dohánytermesztésben már elvesztettük, mint termelők, ezért éveken köröztül, mivel meg volt tartva a rendezvény jellegzetesen, tradicionálisan a munkák is végezve voltak, tehát látványosabb volt, az idén csak megemlékezés, hogy az emléke megmaradjon a dohánytermesztésnek, hogy Bogarasan ilyesmi létezett. Az idei rendezvény újdonsága az lesz, hogy a Dohánynap keretében, rendezik majd meg az idei Kárpát-medencei népzene és néptánc találkozót is, valamint jótékonysági tombolát szerveznek a látogatók számára. A rendezvényt a tartományi gazdasági foglalkoztatás és nem egyenjogosági titkárság, Zenta község önkormányzata, valamint a Zentai Dohánygyár támogatja.